Nagy számban mennek tovább tanulni gimnáziumokba az Zrínyi Miklós általános iskola tanulói. A végzős diákok közel 65%-a jelentkezett gimikbe, 30%-a technikusi iskolákba, 7-8%-a pedig szakmunkás képzőbe. Intézményünkből még mindig nagy számban mennek gimnáziumba, illetve szakgimnáziumban tanulók. Ennek nyilván örülünk, és azért a szakmai programunk is ez irányban mutat, hogy a gyerekeket felkészítsük jól ezekre a felvételikre, és a következő iskolafokra, főleg ugye a gimnáziumokra, ezért van két nyelvtanítás és nívócsoportos osztályaink, tehát én azt gondolom, hogy sikeres felvételi vannak túl a nyolcadikosok. A digitális oktatás először mindenkinek szokatlan volt. A tapasztalat mindkét iskolából pozitív. Az új módszer fejlődést hozott az iskolásoknak, tanároknak egyaránt. A tapasztalatok szerint valamennyien becsületesen végezték a feladatokat. Szépen megtanulták. Az elején voltak elakadások, de aztán nagyon gyorsan belejött a pedagógus oldal és a diák oldal is, úgyhogy ez nálunk működik. Jól működik, merem mondani. Mindig vannak visszajelzések, mi is tartjuk a pedagógusokkal egymás között a kapcsolatot, a vezetéssel is, a helyetteseken keresztül főleg, és a kollégák is egymás között, az osztályfőnökök, azokkal a szaktanárokkal, akik az osztályokban tanítanak, és tudják a feladatokat is úgy koordinálni, hogy ne legyen túlterhelt a gyerek. Az osztálytermeket nem díszítik fel a tanév végére, ugyanis az általános iskolákban elmaradnak a hagyományos ballagások. A koronavírus járványra tekintettel a szülők jelenléte nélkül és maszkban tartható csak meg ilyen rendezvény. Az iskolák vezetői szerint azonban egy jó elképzelés az, hogy egy személyes búcsúzóra találkozzanak a végzett diákok és pedagógusaik.